helyes kézmosás az a WHO által kidolgozott, összesen 6 lépésből álló módszer. Ehhez meleg vízre van szükségünk, illetve szappanra, amelyet a tenyerünkbe adagolva először a tenyerünk között szépen alaposan felhabosítunk és eloszlatunk a tenyerünkben, majd utána a kéz hátunkat is alaposan bedörzsöljük mind a két oldalon. Harmadik lépésként úgy folytatjuk a kézmosást, hogy az ujjak közét igyekezünk minél alaposabban megmosni, először úgy, hogy a tenyerünk néz egymás felé, vagy mindkét oldalon úgy, hogy az egyik tenyér a másik kézhár fölül néz, majd a másik oldalon fordítva ugyanezt megismételjük. Negyedik lépésként az ujjaknak a hátoldalát igyekszünk minél alaposabban megmosni, előbb majd az egyik, majd a másik oldalon. Végül az ujjak közül utolsóként a hüvelykujjunkra külön figyelmet kell fordítani, ugye gyakran érünk hozzá a hüvelykujjunkkal bármihez, és nagyon könnyű kifelejteni a kézmosásból, hogy alaposan meg legyen mosva. Majd az egész kézmosás utolsó lépéseként az ujjbegyeinket még egyszer megforgatjuk a tenyerünkben, és ezzel a körmünk alját is igyekszünk, amennyire csak lehet kitisztítani, de az ujjbegyeket legalább mindenképpen. Ugye fontos az, hogy a kézmosás végén lehetőleg papírtörlővel töröljünk kezet, ami különösen nyilvános helyeken fontos, és miután teljesen szárazra megtöröltük a kezünket, ezzel a használt papírtörlővel zárjuk el a csaptelepet, amelyvel ugye el tudjuk kerülni azt, hogy az esetlegesen szennyezett felülethez a tiszta kezünkkel ismét hozzáérjünk. Az nyilvánvaló, hogy étkezés előtt, után kezet mosunk, mosdóhasználat előtt, után kezet mosunk. Nyilvánvaló, hogy amikor hazaérünk, az első dolgunk az legyen, mielőtt mindent összefogdossunk a lakásból, hogy elmegyünk és kezet mosunk. Mire a helyes kézmosás 6 lépésével végzünk, az nagyjából 30 másodperc, és ezzel elegendő ideig mostuk a kezünket ahhoz, hogy a WHO által előírt időtartamot is teljesítsük.